képviselő úr, nekünk meg talán más érdekeket kellene képviselnünk, el kellene indulni egy úton. És még egyszer mondom, ha ez egyébként az egyik legjobbnak kikiáltott magyar édesipari cégnek ekkora gondot jelentene, akkor ezzel a céggel egyéb problémáknak is lenni kellene. Tehát még egyszer mondom, hántsuk le azért ezt erről. Én annak idején, amikor ezt csináltuk, a Mihály talán emlékszel még rá, amikor bevezettük a nem dohányzók védelméről szóló törvényt, akkor bizony nagy elefántok sétáltak a bozótban, és ők is azt mondták, hogy micsoda károkat fog nekik okozni. Hát nem okozott olyan nagy károkat. Én azt gondolom, hogy még egyszer, én értem az első ijedelmet, szerintem egy viszonylag visszafogott, mértéktartó, és egészen kevés termékre vonatkozik egyébként, ahhoz képest, amennyire vonatkozhatna. A pénzgyűjtés nem így néz ki, képviselő. Jámbor Nándor képviselő úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Megszokhattuk már, hogy a kormány oldalról érkező törvényjavaslatokkal kapcsolatban, hogy fél megoldásokat kínál. Tehát a táplálkozás problémáját próbálják megoldani, miközben teljes mértékben elhanyagolják az életvitelhez rendszeresen hozzátartozó mozgást. Nos, a táplálkozásra fogott problémák nagy mértékben mozgás hiányra vezethetők vissza elsősorban. És az emberek nem fogják ezt szívesen venni önöktől, hisz különösen nálunk, mondom Babák képviselő úrnak is, Békés megyében, lehet, hogy nincs is más örömük az embereknek, mint hogy egyenek egy jót, azt, amit szeretnek. És a másik probléma pedig az, hogy a cukor helyett, amit önök rendkívüli módon megvetnek, édesítőszereket fognak alkalmazni, amelyek egészségbefolyásoló hatása még rosszabb lett. És itt a csokoládé is mindig szóba kerül. Egy jó csokoládénál nem sok minden jobb létezik a világon, én úgy gondolom. És inkább nem a csokoládét kellene, hanem a különböző kakaomasszákból készített termékeket kellene inkább emlegetni, amelyek csokoládénak még véletlenül sem nevezhetők, és sokkal károsabbak, hisz esetleg a cukortartalmuk, illetve a nem létező kakaótartalmuk, ugye a kakaónak is van egy pozitív táplálkozási hatása, ezeket ez nem tartalmazza, mégis magas áron kerülnek forgalomba, ezzel félrevezetve, megtévesztve a fogyasztókat. Talán ebbe az irányba kellene elmenni, és majd további két percesben folytatom. Köszönöm szépen. János Iné, dr. Bene Ildikó képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon röviden szeretnék képviselőtársaimnak a felvetésére reagálni. Én azt szeretném önöknek mondani, hogy gyakorló orvosként és olyan orvosként, belgyógyászként, aki 10 éves gyerekekkel is találkozik, én azt kell mondjam önöknek, hogy azzal maximálisan egyetértünk, hogy a sportnak a szerepe rendkívül fontos. Az, hogy a mindennapos testnevelés, az, hogy a gyerekeket megtanítsuk az első perctől kezdve, és ez a szülő feladata is, hogy rendszeresen mozogjon és sportoljon, és legyen az az élete része a későbbiekben is. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, ami aztán tényleg mindenre kihat, hiszen az elkövetkező életünkben a stressztűrésünkre és minden egyéb tevékenységünkre. De azt, hogy, és az sem baj, hogyha egy jót teszünk, csak az nem mindegy, hogy mit teszünk, és az egészen biztos, hogy ez a két tényező, a cukor, tehát a szénhidrát maga és a só, ez két olyan kóroki tényező, ami alapja azoknak a megbetegedéseknek, amit cukorbetegségnek hívunk, és amit magas vérnyomásnak. És hogy ezen a pici parányi Magyarországon, ahol nem élünk 10 millióan, egész hatalmas tanulmányokat lehet abból készíteni, hogy tinédzser gyerekeknek milyen az egészségi állapota, hogy a magas vérnyomás betegség, magas vérnyomás betegséget lehet nyomon követni a éveken keresztül mondjuk egy egyetemi városban, vagy az, hogy már, ahogy mondta képviselőtársam, 10-20 éves gyerekek olyan kettes típusú cukorbetegségben szenvednek, amit 10 évvel ezelőtt mondjuk 50-60 éves embereknél láttunk. Tehát én úgy gondolom,
hogy miután azért vannak vizsgálatok, amik egyértelműsítik ennek a két kóroki tényezőnek a szerepét, ez a lépés, még egyszer hangsúlyozom, szerintem jó lépés, és azzal maximálisan egyetértünk, hogy ez csak egy lépés volt, hiszen ennek millió-millió egyéb olyan tényezője van, és a mozgás és a sport maximálisan egyetértünk. Ezek a következő feladataink. Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel, 2 perces. Kedves kormánypárti képviselőtársaink, nincs közöttünk nézetkülönbség abban, hogy szükség van ezen ágazat rendbetételére, szükség van a képviselő asszony által elmondottaknak a keresztülvitelére. Csak ijesztő, közgazdász fejjel ijesztő gondolatokkal és kijelentésekkel szembesültem. Az egyik az, hogy a magyar vállalkozóknak lehetőségük van alkalmazkodni, átállni. Az őket érő brutális versenyhátrány mellett, nem tudom, hogy ez mennyire képzelhető el, a mai Fogyasztóvédelmi Bizottsági ülésen elhangzott a következő mondat. A magyar termelőknek semmi sem tiltja meg, hogy ugyanarra a piacra termeljenek, mint a múltik. Csókolom, jó reggelt, hol vagyunk? Hát a magyar kis- és középvállalkozónak mikor voltak olyan életesélyei, mint a múltiknak? Teljesen egyértelmű, hogy egy abszolút versenyhátrányos helyzetből kéne felállniuk, helytállniuk egy olyan versenyben, ami nem is verseny, hanem diktatúra. Ez nem várható el tőlük, és pont az a bajunk ezen előterjesztéssel, hogy az első kikerült részletek és a végső asztalra letett verzió között óriási az eltérés. A múltiknak a lobby ereje kegyetlenül érvényesült a két pont között. Például a kokáért a McDonald's kimaradt a tervezetből. Kimaradt a zsír kategóriája, mint olyan a hamburger adóból chipsadó lett, hogyha elmondhatjuk. Azért, mert a brutális multinacionális tőke lobby ereje legyőzte a kormányzatot, legyőzte az eredeti kormányzati szándékokat. És hogy miért kell sietni, miért nem elég a későbbi törvénykezés során azokat a nagyon fontos lépéseket meglépni, amelyek a problémát megoldhatják, azért, mert már alig 11 hónap maradt erre. Nagyon jól tudja mindenki, önök is több fórumon bevallották, és általában a kormányok így csinálják. Az első két évben hozzák meg azokat az intézkedéseket, melyek fájnak, melyek bizonyos körök érdekeit sértik. Az utolsó két év, kormányzásuk utolsó két éve a kampányról fog szólni, nem fognak alapjaiban a rendszer alapjaihoz hozzányúlni, nem fognak olyan változtatásokat foganatosítani, amely a továbbiakban megvédhetné a magyar állampolgárokat, és egy olyan esetben pedig főleg nem, amikor tudjuk, hogy a magyar emberek 70%-a elutasítja az úgynevezett hamburger adót. Horváth Zsolt képviselő, 2 perces. Köszönöm. Az előbb idézett mondatot azt hiszem én mondtam, tehát és változatlanul tartom. Azt gondolom egyébként, hogy a magyar édesipari cégek is tudnak exportálni, és ugyanazokra a piacokra tudnak exportálni, ahova a múltik is. Tehát ezt az állításomat fenntartom, és azt gondolom, ez még közgazdaságilag is megállja a helyét, képviselő úr. Ha azt gondoljuk, hogy valamilyen módon a hazai ipart versenyhelyzetbe, vagy előnybe kell hozni, vagy valamilyen módon támogatni kell, akkor nem azt gondolom a támogatás formájának, hogy velük szemben ne érvényesítsük azt, amiről itt beszélünk. Egyetértek képviselő úrral a tekintetben, hogy lyuk van ezen a javaslaton. Én is jobban örülnék annak, hogyha nem csak a dobozolt édességekre vonatkozna, hanem minden másra is. Ezt kompromisszumnak tekintem saját magam részéről, egy olyan, amit saját magamnak kell egy bizonyos fokú megalkuvást hozni azért, hogy a javaslatnak a többi része életben maradjon. Ha egyébként ezen van lehetőség szigorítani, akkor én azzal maximálisan egyetértek. Ugye a probléma ott van, hogy az alapanyagokat szabadon vásárolhatja mindenki, és sok értelme nem lenne az alapanyagokat megterhelni ezzel az adóval, mert az maga az értelmetlenség kategória lenne. Viszont ebből előállíthatók azok az élelmiszerek, akár cukrászüzemekbe, de akár házilag is, amelyek hát bizony ugyanazt az eredményt érik el, mint a csokoládégyárakban készített csokoládé. Valóban csokoládé és csokoládé között óriási különbség van, képviselő, egyetértek önnel. Ugye húsvét táján, karácsony táján látjuk, hogy ezek a gyakorlatilag főzhetetlen masszák, hogyha valaki megpróbálja ezeket a sztaniol papírba csomagolt valamit később konyhai alapanyagként felhasználni, abból semmi nem lesz. Tehát egyetértek önnel, hogy egy minőségi ellenőrzés és egy minőségi biztosítás már önmagában sokat segítene a helyzeten. Jámbor Nándor képviselő úr, 2 perces. Korábbi gyakorlattal kapcsolatban talán egy, ahogy régen volt a magyar élelmiszerkönyv, ehhez kapcsolódóan
kellene egy általános megfogalmazást az élelmiszerekre vonatkozóan, és az élelmiszerek minőségi követelményeit összegyűjtve meghatározni, hogy milyen beltartalmi anyagokat kell egyes termékek tartalmazzanak, különös tekintettel az alapvető élelmiszerekre. Képviselő asszonynak szeretnék válaszolni annyiban, hogy bizony a mozgás eltűnt a fiatalok életéből. Ez nagymértékben hat úgymond a táplálkozáson. Nem is annyira, mert hogy a táplálkozás alakult át így mértékben, hanem a többlet kalória, energia, amit bevisznek a szervezetbe, az nem kerül feldolgozásra. Én emlékszem még saját gyermekkoromból, hogy hát bizony nem nagyon telt el úgy el hét, hogy ne lett volna izomlázam. Én is két fiú gyermeket nevelek, most már felnőtt korba lépnek lassan, és egész életükben egyetlen egy alkalommal nem volt izomlázuk. Tehát itt tart ma az egészségnevelés, meg mindent hallunk az oktatásból, és sajnos nincs az iskolákban megfelelő testnevelési óra, és nem kapnak kellő fizikai terhelés sem, nyilván, hogy az anyagcseréjük sem olyan, mint egy egészséges testmozgást végző gyermeknek, és ez az ő korukban ezzel rendkívül fontos lenne. Nem folytatom, mert letelik az időm, következő gondolatot nem tudnám végigmondani. Köszönöm szépen. Hányán József államtitkár úr, két perces. Köszönöm a szót, csak egy rövid információt szeretnék közéteni. Az élelmiszerkönyv fölvizsgálat, amit képviselő úr említett, folyamatban van, több élelmiszer csoportra elkészültünk már ezzel az átalakítással. Tehát abszolút egyetértek ezzel a fölvetéssel, ez a folyamat zajlik. Tulajdonképpen ehhez illeszkedik ennek a közgazdasági szabályozó oldalaként ez az első lépésként tervezett adónem bevezetése, és én azt gondolom, hogy ez valóban egy visszafogott, egy elsőkörös megközelítés, valóban egy szűk körre vonatkozik csak. Annyit szeretnék azért Zékárpád Dániel figyelmébe is ajánlani, hogy itt az energiaitalok például, hogy kiemeljek, egy nagyon fontos és kifejezetten egészségromboló, különösen a fiatalok körében komoly egészségügyi károkat okozó termékkört emelni. Hát ez tipikusan a multinacionális tőke érdekeltségeknek a terméke, tehát igazán nem lehet azt mondani, hogy átgázolt volna, ahogy ezt képviselő úr mondta, a kormányon. Egy nagyon jelentős tétel épp az energiaitaloknak. Az ilyen típusú megadóztatásából fog befolyni egy egészen jelentős hányada ennek az összegnek. Szóval én azt hiszem, hogy folytatja a kormány azt a tevékenységét, amellyel a bankadó és a multiadó kezdetek után folytatható ez a sorozat. Én nem érzem olyan módon, hogy átgázolt volna rajtunk a multinacionális tőke, és ugyanakkor azt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy kifejezetten cél volt, amikor átnéztük a termékskálát, hogy a lehető legkevesebb magyar érdekeltséget érintse, és ez a fajta export-import lehetőség és a megkülönböztetés is lehetővé teszi, hogy más piacokon értékesíthessék addig is, míg átáll a technológia ezeknek a cégeknek. Tehát ezeket a szempontokat azért még szerettem volna idehozni, amikor megítélik ezt a képviselő urak által benyújtott módosító indítványt. Zékárpád Dániel képviselő, két perces. Kérem, hogy a késői órára való tekintettel az utolsó két perces próbáltam megnyomni, ha csak valaki nem kényszerít arra újfent, sőt, rendszeresen napi szinten sportoló képviselőként nem is kívánok az egészségügyi vetületekről beszélni, mivel nem értek azokhoz, ezért csak és kizárólag a közgazdasági vetületeknél maradnék. Az indoklásával államtitkár úr, én egyet tudok érteni, csak ott van problémám, amikor azt mondja, hogy azt a folyamatábrát kívánják folytatni, melynek értelmében ugye a banki különadó kivetésre került, a telekom cégekre különadó került kivetésre, és most pedig egy hasonló ágazati jellegű adó kerül elénk. Hát az eddigi önök által kivetett adófajtákat a lakosság fizette teljes egészében. A banki különadónál már tavaly szeptember-októberben a Bankmeternek a kimutatása alapján 24 legnagyobb magyarországi bank és pénzintézet vizsgálata alapján kiderült, hogy szeptember-október hónapban átterhelésre került az egész tehertétel, a bankközi tranzakciók díjai mintegy 30%-kal emelkedtek, a bankközi egyéb utalások és különböző műveleteknek a díjai is 12-30% közötti százalékos arányban emelkedtek. Sajnos ezt azért tudjuk fejből, mert annyiszor el kellett, hogy mondjuk, és sajnálatos módon nem változtattak ezen a rendszeren.
Ugyanakkor a telekom cégekre kivetett különadó most került áthárításra ránk, azáltal, hogy 10 év tulajdonképpeni szünet után most emelkedtek a díjtételek, megint csak a fogyasztók fizetnek, és jelen esetben a népegészségügyi termékdíj esetében is az az óriási félelmünk van, és erre nem kaptam választ senkitől egy szót sem, mi fogja megakadályozni azt, hogy ezt a tehertételt teljes egészében mi fizessük ki zsebből. Én értem, még a népnevelő célzatot is hallottam többször, kérem, hogy ne mondja el harmadszor ugyanazt, mert értem és vettem. Hát vettük alapot. Egyetlen problémánk van ezzel, hogy nem látjuk azt, hogy a gyártókra, a McDonald's kultúrát terjesztőkre bármilyen szintű tehertétel súlyozódna, pedig lenne erre mód, van erre gazdasági lehetőség, számtalan nemzetközi példa, és az önök által idézett nemzetközi példák is ezeket lehetővé tennék, csak itt nem ez kerül bevezetésre, hanem egy olyan hibrid megoldás, amely nem teszi lehetővé ezen körök terhelését. Horváth Zsolt képviselő úr, 2 perces. Nem muszáj, nem kötelező. Nem lesz kihasználva, talán nem használom ki a 2 percet, talán képviselő úr kérte, ne mondjam el harmadszor is, érti. Pontosan az a cél, hogy áthárítsák a fogyasztóra. Tehát, hogy ez világos legyen. Mert egész egyszerűen szeretné eltéríteni az árakat, de ez egy egyszerű, tiszta dolog, ilyen közgazdat. Pontosan érti, képviselő úr, ha azt mondja, hogy ön ezzel nem ért egyet, akkor rendben vagyunk. Ha azt mondja, hogy ön nem érti, akkor én annyiszor fogok fölállni, ahányszor ön ezt a mondatot így fogalmazza meg, mert segíteni akarok. Tehát az szíve joga, hogy nem ért egyet velünk. De az világos, hogy mi a szándék, miért csináljuk, ön szerint ez így nem helyes, nem jó, oké, én meg ezt tudomásul veszem. Köszönöm. Óriási bejelentésem van önöknek, a 2 percesek végére értünk, úgyhogy az előre bejelentett felszól listán Gőgös Zoltán képviselő úr következik, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Érdeklődve figyeltem azt a vitát. Én az előtte Foncsárdónak képviselőtársamat szeretném megnyugtatni, hogy az én túlsúlyomat biztos, hogy nem ezek a termékek okozták. Sokkal inkább a kiváló magyar konyha termékei, ami nyilván senki nem szeretné, hogyha agyon terhelnénk adóval. De nagyjából ennyit ennek az egészségügyi vonzatáról. A Gábor említette, hogy ő pedig nagyjából ezeket a termékeket fogyasztotta fiatal korában, és vasárgyal együtt volt 50 kiló. Én valamivel több. Tehát ez tény, és soha nem ettem ilyet. Fröccsöt iszok inkább kóla helyett. Tehát nincs erről szó. Ez világos. Egyébként is úgy gondolom, hogy ebben azért genetikai kérdés is van. Erre volt egy mondás, hogy aki buldognak születik, az ne akarjon afgán agár lenni. Tehát én hiába térnék át másfajta életmódra. Nagyjából azért a súlyom sokat nem változna, pedig hát nyilván kellene is. A doktornő biztos mondaná, hogy ez az alapja. Mindig ezt mondják egyébként, csak hát a végén már semmiről nem tudunk leszokni, és mégis marad minden a régibe. Ugye május 2-án én feltettem egy azonnali kérdést itt a parlamentben, amikor elterjedt a hír, hogy hamburger adó készül, hogy hát miért akarjuk újabb adóval sújtani az élelmiszer gazdaságot, akkor az volt a Szatmári Kristóf államtitkáról válasz, hogy a kormány nem tervez ilyet. Hát ahhoz képest ugye múlt héten hallottuk, hogy a kormány elfogadta a hamburger adóval kapcsolatos előterjesztést, utána meglepődve tapasztaltam, hogy mégse vállalt, vette a nevére, hanem önálló indítványként. Ugyan becsületére mondva az előterjesztőknek kicsit más formába bekerült elénk, mert a lekvár most már nincsen benne, ugye még az eredetiben a lekvár is benne volt, ami hát elég vicces lett volna, hogyha közben meg a hungarikumokat akarjuk védeni. Nem az a gond ezzel, hogy, és elmondtuk ezerszer bizottságülésen is, hogy a szándékkal van baj. A szándék az rendben van, csak én most felsorolom az elmúlt hetek, néhány hétnek a kormányzati termékét, ami mondjuk az agráriumot, élelmiszeripart sújtja, és így sok együtt az egész. Ugye elkezdődött a termékdíjjal, amiből az 50 milliárdos bevételének a fele nagyjából az agráriumot meg az élelmiszeripar terheli. Próbálkozások voltak bizonyos tételcsökkentésekkel, ez nagyon helyes, hogy még azért a borászok se fizessenek literenként 5 forintot pluszba. Ez egy 25 milliárdos tétel, ez egyértelműen az eredményesség rovására megy, mert ezt nyilván be kell nekik fizetni. A következő. Ugye itt volt egy elég komoly vitánk Rogán képviselő úrral ezzel a bérkommandóval, ami egyértelműen számítható, hogy nagyjából az agrár ágazatot élelmiszeriparral együtt 40 milliárddal sújtja egy évbe, ha végrehajtják azt a bérfejlesztést, amit egyébként egy elhibázott adópolitika miatt kellene nekik megcsinálni, és úgy költ el az ágazat 40 milliárdot, hogy egyébként ebből a foglalkoztatottak egy fillért nem látnak. És ebben az a legszörnyűbb, hogy egy hibás adófilozófia miatt
kap az ágazat egy 40 milliárdos terhet. Jó, az volt a válasz ugye képviselő úrtól, hogy hát ezt nem muszáj bevezetni. Az igaz, csak akkor meg elesnek nagyjából 60 milliárd nemzeti támogatástól, tehát meg lehet harapni bármelyik újjukat, mert ugye akkor meg nem pályázhatnak olyan támogatásokra, amit a nemzeti költségvetésből fizetünk. Ez a két tétel eddig, amit összeadtam, 65 milliárd forint. Ehhez jön most még ez a 20 milliárd, ami hát én nem mondanám azért kis tételnek is, hogy nem költségvetési szándék van. Hát 20 milliárdos tétel az elég nagy, itt vitatkozgatunk mondjuk a bioetanolnál 4 milliárdon, amit egyébként ma végeztek ki, jellemző módon a MOL jogásza által benyújtott törvénymódosítással. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért a pofátlanság teteje, hogy egy nagy magyar multi úgy akarja kinyírni a konkurenciát, hogy a saját alkalmazottja, aki úgy mellesek országgyűlési képviselő, benyújt egy módosító javaslatot, hogy ne 12 forint legyen az adó, hanem 40, és ezt a kormány szépen megeszi. És a kormány párti képviselők meg vagy tudják, hogy ki ő, vagy nem. Tehát azért ennyire átlátszóan nem kellene ezt a játékot játszani pont a magyar vidékkel és a magyar kisemberekkel szemben. Ugye az a cél, itt arról volt szó, hogy egészségesebben éljünk. Ugye erre mondjuk mi azt a bizottság ülésen, hogy a cél az rendben van, de ez csak úgy lehetne, hogyha ez nem egy adó sarc lenne, ami hiszen látszik, hát központi költségvetés bevétele. Hölgyeim és uraim, a központi költségvetés feneketlen zsákja, azt úgy el fogja nyelni, hogy ebből semmiféle, se marketing, se életmódanevelés, se egyéb, ebből semmi nem lesz, ebből egyszerűen egy luk betömés lesz, amit látunk itt a költségvetési vita okán, hogy milyen elvonások voltak az idén. Hát mi a garancia arra, hogy ez nem egy sarc, és a másik, ez a szeptemberi bevezetés is ezt igazolja, és hozzáteszem, nem csak mi mondjuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hanem nógrádi képviselőtársam módosítója is arról szól, hogy bizony, évközben nem illik adót emelni, mert ugye erre nem lehet főkészülni, a gyártók nem fogják tudni a szerződéseket módosítani, hiszen éves szerződéseik vannak, tehát magyarul ez szépen visszacsapódik a gyártó üzemekre, akiknek nemhogy fejlesztési forrásuk nem lesz, hanem nagyjából ez az évük azért el is száll. Tehát ilyen adón, így adóztatni, hát emlékezzünk a tavaly évre, amikor novemberben eldöntöttük, hogy visszamenőlegesen megadóztatjuk a bankokat, meg a nagy egyéb multinacionális cégeket. Hát azonnal nyilván nem tudták áthárítani, hát ahogy képviselőtársam is mondta, ez mondjuk a telefontársaságoknál ez most következik be. Tehát eddig hát nyilván elő kellett rá készülni, és a hangulattal ki kellett várni, hogy ez meglegyen. Én azt hiszem, hogy ez nem más, mint egy sarc. Ha ezt mi csináltuk volna meg kormányon, itt most mindenki nemzethalált kiáltana. Tehát mi nagyon szolidak vagyunk ebbe az ügybe. Még azt is mondjuk, hogy vannak ebbe helyes elgondolások, de én is azt gondolom, hogy nem igazán az a részelet megfogva ennek a dolognak, ami valóban egészségre káros. Ha már arról beszélünk Magyarországon, nincsen például guárgumi előállítás. Az egy állaggyavító, hozamfokozó valami, amit pakolnak ugye az élelmiszereinkbe, amiről tudjuk, hogy ha még egy erdőtűz is van Indiában, akkor komoly dioxin fertőzés okozhat. De szó nincs arról, hogy például a guárgumi adalékkal készült élelmiszereket mondjuk ilyen adóval sújtsuk. Miért nem? Azért, mert sokkal erősebb lobby van amögött a kör mögött, mint emögött a kör mögött. És gondolom, valamit be is ígértek mondjuk a nagyoknak, persze azt is mondom, ez is elhangzott ma a bizottság ülésen, hogy majd leszerelik ám emiatt a Coca-Cola automatákat, hát most szeretném elmondani, hogy 5 forint per literes adó miatt senki egyetlen Coca-Cola automatát nem fog leszerelni, és az is biztos, hogy a gyerek se fog kezét, lábát törve rohanni 100%-os gyümölcslér, hogyha mondjuk a büfébe 5 forinttal lesz csak drágább a kóla. Ez semmi másról nem szól, mi kiszámolták, hogy körülbelül 20 milliárd kell ebből a kasszából, rakja össze nyilván a PM a jövő évi költségvetését, és ehhez bároznak dolgokat. Ez volt az a terület, ahol a legkisebb ellenállás van, tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy pénzbehajtás, egy sarc, semmi egyéb. Ugye azt is mondtuk, hogy ha komoly lenne a szándék, akkor ez az összeg nagyjából megegyezik a zöldség, gyümölcs és mondjuk a tiszta 100%-os gyümölcs és zöldség levetnek az áfa tartalmával. Akkor, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, támogatni kellene azt a módosító javaslatot, amit benyújtottunk, hogy egyidőleg az áfa törvénybe csökkentsük ennek a termékkörnek az áfáját. Nyilván az lesz a válasz, mert előre látom, hogy nem házszabályszerű. Hát annyira legalább házszabályszerű, mint Font Sándor képviselőtársam zárószavazás előtti módosítója, ahol a barlangokba berakta a Gagrár Kamaráról szóló törvénymódosítást.
Úgyhogy ez csak döntés kérdése, szerintem, hogyha komolyan gondolják, hogy ezzel a kérdéssel érdembe foglalkozni akarnak, akkor ezzel egy időben el lehetne kezdeni egy áfa csökkentési folyamatot. Egyébként a magyar zöldséggyümölcs ágazat nagyon meghálálná, hiszen a belső piaci pozíciói óriási módon javulnának. Pont egy ilyen év után, amikor mondjuk egy ostoba kijelentés miatt szinte a teljes magyar zöldség ágazat tönkre ment, ami ugye először Németországban, most meg ma úgy látszik Angliában is van ez a baktérium, amit persze még mindig nem tudja senki, hogy az mitől is van, és ez a legnagyobb problémánk. Tehát ez egy valós üzenet lenne, hogy nem sarcról van szó, egészségnevelésről van szó, csökkentsük az áfát, és hát ha több gyümölcs fogy, meg hát ha több 100%-os almalé vagy narancslé fogy. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a megoldás. Én továbbra is emellett kardoskodnék. Én úgy gondolom, hogy ezt, ha be is akarjuk vezetni valami, legyen rá idő. Tehát én most ezt visszavonnám a helyükbe, tehát nincs, ha nem pénzbehajtásról van szó, de ez a szándék rögtön kiderül jövő héten, hogy akkor most marad ez élő törvény, vagy csak decemberbe kerül be, vagy januárba kerül bevezetésre. Ha kitartanak a szeptemberi bevezetés mellett, akkor ez egy elkapkodott, előkészítetlen valami, ami csak arról szól, hogy legyen már az idén is valami költségvetési bevétel, mert egyébként további megszorítások kellenek más területeken, de ezt ugyanúgy meg fogják fizetni az emberek, tehát most ilyen értelme mindegy, hogy melyik ujjunkat harapjuk. Tehát én azt kérem, hogy gondolják ezt végig az előterjesztőknek, nem biztos, hogy ehhez kellene így adni a nevüket, látva a módosító igényeket is már a kormánypárti oldalról, és legyen ez egy normális társadalmi vita után valóban egy egészségnevelő célzatú, akár ilyen adóár átrendezés is, vagy pedig a másik, amit ajánlottam, hogy támogassák az áfa csökkentő javaslatot, és akkor elhisszük, hogy komoly a szándék. Köszönöm szépen a figyelmüket. Z. Kárpát Dániel képviselő úr, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az úgynevezett hamburger adó, amiről nem pont teljes egészében beszélünk, hiszen megváltozott eredeti elképzelésekhez és formájához képest. A világ számtalan pontján ismert, az USA mintegy 33 tagállama vezetett be egyébként olyasmit, ami a cukrozott üdítők forgalmazását korlátozza, vagy épít plusz tehertételt az árukba. Egy számos Európai Uniós országban ismeretes a dohánytermékek tilalma. Látható, hogy nemzetközi minták sokasága, szinte tárháza áll rendelkezésre. Hogyha abban gondolkodunk, hogy egészségtudatosabb táplálkozás felé, fogyasztói szokások felé vezessük el a magyar társadalom tagjait, tehát látható, hogy ezen előterjesztés egy nagyon is, hogy jó célt szolgál, ugyanakkor megvalósításának bizonyos pontjai katasztrofálisak. Végeredményben végül is nem a szemetet gyártó múltig, hanem a fogyasztók fognak fizetni, ami egyáltalán nem szabadna, hogy cél legyen. Részletkérdésnek tűnik, de mégsem az, hogy végeredményben számos gyártó elviheti a termelést az országból, bár erről kisebb polémia folyt bizottsági szinten, de igenis a magyar márkák folyamatos kijátszása, a márkák termelési jogának kiárusítása, amiről az utóbbi hónapokban is többször cseréltünk eszmét, sajnálatos módon ezen a területen, ebben a szegmensben is feltűnhet, és mintegy 2200 munkahely van ugye alsó hangon, a leginkább mértéktartó becslés szerint veszélyben. A legdurvább mégis az, amekkora különbség van a tervezett eredetileg kiszivárgott részletei, és végül az asztalra lekerült papírosok között, hiszen látható, hogy a két időpont a két szélső érték között olyan brutális lobby érdekek érvényesültek, bár nem minden területen, ahogy ugye államtitkár úr ezt volt szíves kifejteni, bár nem minden szegmensben, de mégis nagyon-nagyon sok területen, ha nagyon le akarnánk szűkíteni a kört, akkor azt mondhatnánk, hogy a chipsadó úgy jött létre, hogy a hamburger adóból kikerült a zsír. Tehát kikerült nagyon sok olyan népbetegségeket okozó, összetevőre visszavezethető termékcsoport és skála, amelynek igenis helye lenne ebben az előterjesztésben. Mi nem állunk azon az állásponton, hogy halogatni kéne ezt. Azt mondjuk, hogyha egy ilyen salátát teszünk le az asztalra, akkor annak minden részletre kidolgozottnak kell lennie. Jelen pillanatban ugyanis ez olyan, mint egy bulvárruha, aminek lyukas a talpa. Tehát látszólag megfelel a célnak, hiszen ha sétálok rajta, akkor olyan, mintha bemehetnék vele a víz alá, ha ezt megpróbálom, akkor mégis nagy bajban leszek. Tehát látható az, hogy elsősorban a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az áthárítás lehetősége, egy tehertétel, mely a fogyasztók zsebét terhelheti, ezt nagyon egyszerű lenne megelőzni egy monitoring, egy megfigyelő rendszerrel, mely folyamatosan szemlézi azt, hogy a gyártók milyen módon képesek átterhelni ezt a tehertételt. Látható az is,
hogy valamit kezdeni kell a majdan bezárandó munkahelyekkel és azon álláshelyekkel, amelyek elvesznek ezen előterjesztés következtében. Erre vonatkozóan sem láthatunk cselekvési tervet. Mihez kezdjen az a magyar kis- és középvállalkozó, amely brutális tőkehiánya miatt nem képes megfelelni az átállási elvárásoknak, nem tud mit tenni. Óriási szakmai hibák, bakik, gigszerek is sorakoznak ezen előterjesztésben. Például a kokáért a jelenlegi törvény csak a csomagolt termékekre vonatkozna. Ugye a sajtóban hosszas polémia alakult ki ezt illetően, ugye ha van egy dobos tortám, az nem egészségkárosító, de ha becsomagolom, akkor azzá válik. Tehát látható, hogy itt egy olyan hiányosságra leltünk, amit sürgősen és azonnal javítani kellene, hiszen az is egész egyszerűen fellelhető, hogyha ez így marad ebben a formában, akkor egyrészt külföldről beindul egy olyan alapanyag import, amelynek következtében ellenőrizhetetlen szemét tömkelege érkezhet Magyarországra gyártási alapanyagként. Nem is biztos, hogy a hatóságok szeme előtt fog ez megtörténni egyébként. Másrészt pedig beindulhat a késztermékeknek a zsákban történő importálása, a kisautós turizmus is, melynek a végeredménye az aluljáró, ahol a bevizsgálatlan kétes eredetű szemetet fogják a magyar lakosságra zúdítani. Ez véleményünk szerint megengedhet.